A nők iránti tisztelet és megbecsülés napja március 8-a a Nemzetközi Nőnap. Hazánkban először 1948-ban került be a naptárakba, nemzetközi szinten viszont már 1917 óta ünneplik. Manapság virágokkal, édességgel kedveskednek a nőknek ezen a napon, eredetileg azonban egy munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával kapcsolatos demonstratív nap volt. A feminista hangvételű nőnap sokat szelidült az évtizedek alatt. Manapság az a gesztus kapja a hangsúlyt, hogy a fiúk és férfiak egy aprósággal kedveskednek nőtársaiknak. Az esélyegyenlőség kérdésében az egyik legfontosabb szegmens a munkalehetőség. Magyarországon a nők foglalkoztatottsága 2010-től kezdett el nagymértékben emelkedni, miután egy új szemlélet lépett életbe. A 20 és 60 év közötti nők foglalkoztatottsági rátája 59-ről 75% fölé emelkedett. Ez a növekedés a második legnagyobb az Európai Unió országaiban, nyilatkozta a napokban a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa. Tiszteltel, szeretettel köszöntelek benneteket! Manapság a nők egészségére is nagy hangsúlyt helyeznek a nőnapi rendezvényeken, így volt ez Nyíregyházán is, ahol az Életforrása Egyesület szervezett egy tavasz váró nőnapi futást. Az egyesület mottója, hogy nincs szépség egészség nélkül, így különböző kísérő programokra is várták az érdeklődőket az erdei tornapályán. Volt például vérnyomás és vércukormérés, testösszetételvizsgálat, valamint dietetikus is várta az érdeklődőket. A mai napon a nőkért vagyunk, és a nők fognak futni saját maguk egészségéért. Azok a nők, akik a mindennapjában már beiktatták a mozgást. Célunk az Egyesülettel az, mint Életforrása Egyesület, hogy minél több nőt tudjunk vonzani, és segíteni őket, hogy mozogjanak minden nap. Tudjuk a szerepüket, tudjuk a nehézségüket, tudjuk, hogy hány szerepkörbe kell nekik megfelelni, de szeretnénk hangsúlyozni és segíteni, picike iránymutatást adni nekik, hogy milyen fontos, és hogy mozogjanak minden nap az egészségükért. Mert az egészség a belső szépségünk, ami kiütközik rajtuk, és látszik nekünk, hogy mennyire kell, hogy egészségesek legyünk. 4, 3, 2, 1, és elfutott! A rajt után tulipánokat gyűjthettek a futók összesen 8 színben, mivel 4 és 8 kilométeres távokban futottak, így lehetett tudni, hogy ki mennyit futott, hogy hány színű virágot gyűjtöttek össze. A rendezvényt a városvezetés is támogatta. A polgármesteri hivatal dolgozóinak több mint 80%-a nő, akik munkaidő kedvezményt is kaptak, hogy részt vehessenek a tavasz váró nőnapi futáson. Több mint 60-an el is jöttek, örülök neki, és hát azért is fontos, hogy az egészség, a mozgás az előtérbe kerül, és ráadásul a nőknél, akik a legbefolyásosabbak, akár a gyereknevelésbe, akár a szűkebb környezetben, és akik itt vannak, biztos vagyok benne, hogy sokat tesznek azért, hogy mások is jöjjenek, de ez látszik is Nyíregyházán. Az elmúlt 10 évben óriásit nőtt a sportolók száma, de ezt az is segítette, lehetővé tette, hogy ennyi beruházást tudtuk megvalósítani, a szabadtéri kondiparkok, a futópályák, a kerékpárutak, a mozdonyíregyháza programjai elindultak, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben is így marad. A rendezvényen Kis Hedvig, az Életforrása Egyesület elnöke bejelentette, november 19-én a Nemzetközi Férfi Napon a másik nem képviselőinek is közös futást szerveznek majd a sóstói erdőben.